és szintén csatolva az előző kettő zarák megelőzéssel kapcsolatban. Tehát az nagyon fontos, hogy például ugye az emberek tartsanak bőti időszakokat, és nem csak mondjuk a húsvéti bőtöt és a nagy bőtöt és ezeket tartsák meg, hanem ugye tartsanak minden hónapban bőti időszakot. Miért? Pont azért, hogy azok az ott a bélfalán és az összes különböző helyeken ugye összegyűrődéseknél felhalmozódható anyagok, azok mindenképpen definitív, és a bőtöt vízivással, sok vízivással tartsák, azok kimosódjanak onnan, mert ugyanúgy állnak, mint a tüdőnél, meg a szájüregbe, ahol az ott rákkeltő anyagok ugye felgyűlhetnek, és akkor mivel egyfolytában permanens ott vannak, és nem tudnak kitisztulni onnan, mint a vízvezetékben a rozsda, ezért ugye a rozsda is ugye elkezdi elmarni a csövet, és ha nem tisztul ki, akkor azon a helyen, ahol nem tisztul ki, ott kiukad a cső, és ugyanúgy a rákos daganat ugye elbújjázódhat azokon a területeken, ezért nagyon fontos böjtölni is, hangsúlyozom, és ezt havonta vagy hetente is érdemes csinálni, vagy kinek mennyire olyan az élet körülménye, hogy mérgekkel dolgozik, ez nagyon-nagyon fontos. És más szempontból is. Ja, és szexböjtöt is kell tartani azért, mert az egyfolytában fájdalomcsillapító, tehát fájdalom kikapcsoló anyagokat termel a szervezetbe, és akkor soha nem érezzük, hogy hol van a baj, tehát ilyenkor, hogyha ki is alakul valakinél, ha egyfolytában a szexuális tevékenység által létrejövő fájdalomcsillapító anyagok elnyomják a fájdalomérzetet, akkor mire már kiderül, hogy ott rákos daganat van, és az annyira fáj, akkor az már késő. Tehát ezért nagyon fontos, hogy olyankor, amikor nem végzünk szexet, mint egy hétig, vagy akármeddig, vagy egy pár napig, vagy valami, amikor már kellemetlen érzés, hogy nem végeztük el, akkor odafigyeljünk arra, hogy mik azok a területeink, amik fájnak, és a rendszeres szűrővizsgálatra járni, hogy ezeket ellenőrizzük, hogy nincs-e valami baj, és nem csak a rák szempontjából, hanem más betegségek szempontjából is.